Isten igéje élő és ható. Hallgasd minden nap, valld meg, éld át, elmélkedj róla. Itt az idő, hogy átalakuljon az életed. Úr Jézus nevében jön te hozzád, Uram, és köszönjük, Uram, a te mély, el nem múló szeretetedet, Uram. Köszönjük, Uram, a te mély jelenlétedet, Uram, ezen a helyen, Uram. Köszönjük, hogy semmi és senki, Uram, nem méltó ezen a helyen, Uram, csak egyedül te. Köszönjük, Uram, a mennyet, amikor a menny és a föld összeér. Köszönjük, Uram, drága édes Szent Szellem, köszönjük a te folyódat, Uram. Köszönjük az angyalaidat, Uram, hogy most betöltik ezt a helyet, Uram. Köszönjük, Uram, a te drága szerelmedet, Uram. Köszönjük magát a mennyet, Uram. Annyira szeretünk, Uram. Annyira hódolunk neked. Uram, minden. Rólad szóljon minden, Uram. Szeretünk téged, Uram. Szeretünk téged, Uram. El nem múló szerelemmel. Uram, legyél fölemelve. Legyél dicsőítve. Legyél szeretve. Köszönjük, drága Szent Szellem. Köszönjük, Uram. Köszönjük, Uram. Köszönjük. Én is nagyon nagy szeretettel hadd köszöntsem az Új Szövetség gyülekezetet, az egész Új Szövetség gyülekezet hálózatot most karácsonykor, és mindazokat, akik néznek. Bárhol nézel minket, karácsonynak az üzenete, az örömhíre, az igazi. Én azt kívánom, hogy jusson el ma hozzád. Mert a fiát Isten azért küldte, hogy túlcsordult az emberiség iránt az ő szeretete. És nem tudta, hogy hogyan állítsa helyre a kapcsolatot. És egyetlen egy módja volt, hogy Jézus testé lett, és lejött erre a földre. Meghalt, és feltámadt. És ezért neked, te tudsz vele ezen a mai napon, és minden napon, ha ez a mai napon megtörténik, egy mély személyes kapcsolatba kerülni. És amiről Emese énekelt, hogy sokszor megtaláljuk az Urat, de valami elválaszt, emberi magaslatok, emberi félelmek, vajon Isten mit vár tőlem? Teszed fel a kérdést. Mit vár tőlem? Most is talán az van a szívedben, hogy ó, ezek a színészek milyen szuperek. De engem szeret Isten. Engem lát, Uram, látsz. Megkérdezed, Uram, látsz engem? Engem is látsz, aki nem a színpadon vagyok, vagy nem verset mondok. Te látsz engem, Uram? Látsz? És ő lát. És nézzünk egy igerészt, a Lukács evangéliuma első rész, 28. vers. Gábriel megjelent Máriának, és így köszöntötte. Üdvözöllek az örökkévaló kegyelmébe fogadott téged. És veled van. Mondjad, az örökkévaló kegyelmébe fogadott engem. És velem van. A nap minden órájában, minden percében soha nem akar, hogy elválasztva legyek tőle. Soha nem akarja. Egy pillanatra sem. És tudjátok, félünk. Az Isten félelem, az egy tisztelet. Egy mély tisztelet.
Isten iránt. De nem azért van, hogy téged elválasszon. Amikor te odadnád az egyszülött fiatat, akkor semmi nem lenne magas ahhoz, hogy mindent odaadj. És van egy igénk, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Mondjad, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nékünk. Azt mondja, Mária megdöbbent, és zavarban volt. Ma, ha megjelenik neked, úgy tényleg az angyal. Mert úgy egy igazi karácsonyhoz kell egy angyal. Itt táncoltak angyalok, némelyik egész furcsán, de kell egy angyal. Igaz, Ruben? Egy angyal kell. Tehát, ha már Máriának megjelent, akkor egyébként neked miért ne tudna megjelenni ma egy angyal? Mindenképpen vonulj ki. Nem kell, hogy Abigailnek is megjelenjen. Az neked jelent meg. Tudjátok, az angyal személyre szabott. Személyesen jön. Nem ám családhoz. Máriához jött. Személyesen. Nem egy házas párhoz. Nem egy családhoz. Hanem csak egy személyhez. Tudjátok, ez a jó Istenbe. Ezt szeretem benne. Hogy ő személyre szabott. Hogy tudja, hogy ki vagyok. Hogy lát engem, és mégis szeret. Hogy mindenemet tudja. A kis tikliket. És szeret. Egy el nem múló mély szeretettel. És nem akarja, hogy féljek. A szívemet szabaddá akarja tenni minden elvárástól. Hogy az ő kegyelme én bennem éljen. Hogy a szívem tudjon fogadni, úgy, mint Máriának a szelleme fogant, és ebből a foganásból megjött a megváltás. De amikor te azt kérdezed, Isten, mit vár tőlem? Egy kemény szíved van, és nem tud a mag bemenni, és megfoganni, és utána elhalni, és gyümölcsöt teremni. Először tudnod kell, hogy szeret. Tudnod kell. Ha eddig nem tudtad, akkor tudnod kell, hogy Isten mélyen szeret. És Mária megdöbbent, és zavarban volt. Ha ma megjelenik neked egy angyal, zavarban lennél? Hát, attól függ, mekkora. Amit pásztor mondott egyszer, az mekkora, hogy a beteszi az egyik lábát a tengerbe, a másikat meg a szárazföldre, és akkor így. Ott van. De valamikor azt mondja az ember, hogy igen, Uram, csak adj valami jelt, hogy szeretsz engem. Hogy fontos vagyok neked. Nem kell angyal. Nem kell semmi. Nem kell autó, vagy ház. Csak a te jelenléted. Lehet, hogy angyal nem jön, de jön hozzád az ő jelenléte. Jön hozzád az ő mély kegyelme. Azon tűnődött, vajon mit jelent ez a szokatlan köszöntés? De az angyal így folytatta. Egy angyal beszélgetett. Ne félj, Mária, mert nagyon kedves vagy Istennek. Tudjátok, számomra ez a karácsony üzenete, hogy bárki, aki nézel minket, mert akik itt vannak, azok itt vannak. De lehet, hogy te nem lehetsz itt. Lehet, hogy kórházba vagy. Lehet, hogy úgy érzed, hogy az egész világ összefogott ellened. Lehet, hogy úgy érzed, hogy másoknak van remény. De nekem nincs.
tudd azt, hogy Isten szeret. Egy el nem múló, mély szeretettel. Ezen a mai napon, ott, ahol vagy, átölel téged a menny, átölel téged az új szövetség gyülekezetből áradó szeretet. Tudd meg, hogy szeretünk téged. Ha olyanok közül vagy, aki órákat töltöttél, hogy gúnyolj minket, akkor is minden mélyen szeretünk. Isten el nem múló szeretetével. És átölel téged a menny, átölel téged az ő jelenléte. Ott vagy az ő lábainál, ahogy Mária ott volt. És semmit, és azt mondja Jézus, hogy tulajdonképpen ez elég is. Gondoljuk, hogy nagy dolgok kellenek az Úrnak. Világ megváltó terveket szövünk, csak hogy megfeleljünk neki. De amikor Mária ott volt, azt mondta Jézus, hogy ez a legtöbb. És tulajdonképpen ez elég is. Ez elég is. Legyen békességetek. Tudjatok szellemileg fogadni ezekben a napokban. Fontos a család, fontos a díszek, olyan fontosak, de még fontosabb egy látogatás a mennyből. Tudjátok, mi most egy nagyon szép helyen voltunk pihenni a család, de két nap után vágytam. Már semmire nem vágytam, már semmi nem kellett. Uram, mikor lehetek veled egy mély közösségbe? Gondoljuk, az majd megelégít. Majd megelégítenek a díszek. Megelégít a szép dekoráció. De ez a lelked, a lelkednek fontos. De a szellem szomjazik. A szellem szomjazik. Ezen a mai napon is szomjazik a folyóra, Isten mély jelenlétére. Tudjátok, semmi nem tudja megelégíteni a szellemet. Semmi. Próbáljuk a lelket. Elmentem a boltba, a rengeteg ember. Egy idős néni nem tudta kivenni a sütőtököt. Mondom, majd segítek. Mivel nekem is kellett egyébként. De olyan jó volt segíteni. Az emberek akarnak valamit kapni. Ez alatt a három nap alatt. Valamit kapni. Mint a szeretett koldusok. Valamit. Hogy jöjjön. Hogy több legyen, mint a hétköznapok. Várják a fától. Várják a díszektől. Várják az ételektől, de a szellemed szomjazik valami után. És ha szétnézel, szomjazik ez a világ. Ha elmész, szomjazik, ha most kimennénk, és elmondanánk, hogy Isten szeret. Az az igazi evangélium. Amikor elhozod ezt annak a világnak azt, ami igazán megelégíti a szellemét, mert akkor érzi, hogy hazaértem. Amikor elmondod ennek a világnak, nem kell semmit tenned. Még évféli misére sem kell elmenned. Mert a menny itt van, és átölel téged az ő szeretete. Tudjátok, a szelleme semmi nem tudja megelégíteni. Senki, semmi. Egyedül Isten. Próbáld meg, mert a termosztát a lelked, és felcsavarod, és jó, és magasabban szárnyal a hited. De a szellemed akkor is szomjas, mint egy szivacs, szívja magába Istennek a jelenlétét. És amikor letérdelsz,
többet jelent, mint bármi ezen a földön. Mi szépen fel vagyunk öltözve, de ez is kellett a Szent Szellem. Abigail azt írja, fehér ruha, fehér ruha. De melyik fehér ruha? Azt nem írta, hogy a CD-s fehér ruha. Az se, hogy fehér cipő. Gondolta, majd tudom. Felöltözök teljesen másba. Nincs békességem. Valami nem jó. Bemegyek a férjemhez. Mondom, jó leszek így? Nincs fehér ruhám, elhitte. Abban a pillanatban képes lett volna rendelni egyet. De. És a Szent Szellem tudta, hogy melyik ruhát kell felvenni. A Szent Szellem tudta, hogy melyik cipőt kell felvenni. A Szent Szellem tudta. És a férjem segített. Hogy ne menjen szét a kontyú. Igen. Ezt a ruhát nem egyszerű felvenni. Most nem akarom bonyolítani. Ez nem egy egyszerű ruha. Nehéz olyan fehér ruhát találni, hogy minden rendben legyen. De a Szent Szellem tudja. És nem volt békességem a ruhába. A Szent Szellemet érdekli, hogy én jól érezzem magam. Egy színpadon. Gondolod, a Szent Szellemet csak valami nagy nemzet érdekli, aki majd megtér, hogy meg ne égjen. De nem a Szent Szellemet az is érdekli, hogy te jól érzed magad. Hogy a dicséretvezető ne úgy nézzen rád. Igaz? A Szent Szellemet érdekli. Pici dolgok. Olyan kedves. És még ott volt a férjem, és segített áthúzni a kondyon. Segített megcsinálni a hajam. Éjszaka jöttünk haza. Ő segít. Ő itt van. Ő igazán megitat téged. Ezzel a drága folyóval. Megnyugtat. Hozza békességet. Én azt kívánom, hogy akik bárhol vagytok ezen a világon, érezzétek, hogy Isten szeret. Egy mély szeretettel. És azt kívánom, az egész hálózatnak, hogy ezekben a napokban Isten látogasson meg egy különleges látogatással, hogy a Szent Szellemmel megtanulj egy mély közösséget, hogy halld őt, legyen szó ruháról, igaz, Bence? Legyen szó az ő országáról. Ő mindenben vezet minket, és személyesen szeret. Engem szeret. Személyesen. Személyesen. Annyira szeret, hogyha tudom, hogy holnap kérnék egy cicát. Akkor elhoznál. De nem kérek. Mert nem tudnám együtt örülni neki. De ő szeret. Szeret. Amenny szeret. És átölel. Érzed, nincs földi megoldás.
Ez a dal akkor keletkezett, amikor kérdeztem az Úrtól, kicsit távolabb éreztem, mint szoktam. Fáradt voltam, dolgokon mentem keresztül, és azt gondoltam, hogy teljesítenem kell. De ő csak azt mondta, hogy most átölel engem. Hogy csak szeretni akar. Most ő akar adni. Úgy érzed, nincs földi megoldás. Jelenlét közel jön hozzád. A mennynek hangja szúrja neked. Pajzsod vagyok, ne félj, gyermekem. Édes illat száll, a mennyel elmostál, Atyánk szeretett, gyermekének lát. Mosolyog, mikor egy szót is szólsz hozzá, soha nem unja meg, mikor kérésedre vár. Most énekeld úgy, mintha az elveszett világnak énekelnéd. Ha úgy érzed, nincs földi megoldás, jelenlét közel jön hozzád. A mennynek hangja, az súgja neked. Pajzsod vagyok, ne félj, gyermekem. Édes illat száll, a mennyel elmostál, Atyánk szeretett, gyermekének lát. Mosolyog, mikor egy szót is szólsz hozzá, soha nem unja meg, mikor kérésedre vár. Édes illat száll, a mennyel elmostál, Atyánk szeretett, gyermekének lát. Mosolyog, mikor egy szót is szólsz hozzá, soha nem unja meg, mikor kérésedre vár. Figyeljetek, most felmegyünk. Édes illat száll, a mennyel elmostál, Atyánk szeretett, gyermekének lát. Mosolyog, mikor egy szót is szólsz hozzá, soha nem unja meg, mikor kérésedre vár. Édes illat száll, a mennyel elmostál, Atyánk szeretett, gyermekének lát. Mosolyog, mikor egy szót is szólsz hozzá, soha nem mondja meg, mikor kérésedre vár. Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt!
Keresd fel gyülekezetünket! Címünk Miskolc Nagyvárdi utca 6, telefonszámunk 0670 600 5577, e-mail címünk online@újszövetség.hu.